Történelmi szempontból kiemelkedő témát választott a konferenciájuk fő gondolatának a Komárom-Esztergom megyei jogászok. A 16. századtól vizsgálták azokat a szabályokat, szokásokat, amik a család életében megjelenhettek. Várták azokat is, akiknek nem voltak ilyen irányú ismeretei korábban, hiszen az előadások nem mindennapi szemszögből mutatták be a családjogot. Azért választottuk ezt a témát az idei rendezvényünk gondolatának, mert ez az, ami kapcsolódhat, ez az, ami tud kapcsolódni a 16. századi Patara rendezvényéhez. Jogtörténész kezdi majd az előadásokat, dr. Peres Zsuzsanna, és ezt a témát fejtjük tovább a jogtörténész után egy családterapeuta közreműködésével. Ez lesz a délelőtt programja, majd délután egy családjogász bírónő és egy büntetőjogász bíró lesz az, aki előadást tart ebben a témában. Tehát az a koncepció, hogy végigjárjuk azt a konfliktust, ami természetesen a családon belül indul sajnos több esetben. Ezt hogy kezelték a régi korokban, az első előadás témaköre lesz. A második előadásban, hogy hogy kezelik, hogy kellene kezelni családon belül ezt a konfliktust. És a délutáni előadás természetesen azokról szól, azokról a sajnálatos esetekről, amikor nem tudják családon belül kezelni ezt a konfliktust, és a bíróságra jut el ez a probléma. Mondhatjuk úgy, hogy minden egyes jogágnak egy kicsit az előzetes történetével foglalkozunk, most családjogot, ezen belül is pontosabban házassági kötelék és házassági vagyonjogot fogok bemutatni a 16-19. Században. Izgalmas a téma mindenképpen, előfordult például az is, hogy a házasulandó felek akár nem is találkoztak a házasságkötés előtt, sőt, lehet, hogy meghatalmazott útján kötöttek egymással házasságot, és csak akkor találkoztak, amikor a házasságot először el kellett hálni. Előfordult az is, hogy időnként nem jöttek ki egymással, és ilyenkor elválasztották egymást ágytól és asztaltól. Sőt, előfordult az is, hogy összevesztek a vagyon felett. Tehát rengeteg érdekes dolog történt régen is. Alapvetően azt kell mondani, hogy az emberi természet ugyanolyan volt. Ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek, mint régen, csak a megoldási módszerek voltak időnként mások. Mindenkinek érdekes információkkal szolgált a családterapeuta előadása is. A szervezők külön kérték előadóikat, térjenek ki azokra a körülményekre, amikkel a mindennapi életben is találkozhatunk.